néz ki, hogy elkezdődött a nap. Fogalma nincs, hogy mi okból, de valami okból Sophie már 2 óra óta fönt van. Úgyhogy kénytelenek voltunk elkezdeni a napot. Mi van, Puki Manó? Ott a kamera, nézd csak. Itt vagyunk kint Pécskán, Romániában, a magyar-román határtól kb. Egy 30-40 kilométerre. Igazából egy jeles napot írunk, illetve a tegnapi volt a jeles nap, nem a mai, de ma ünnepeljük meg nagymamámnak a 90. születésnapját, és hát tulajdonképpen ezért vagyunk most itt Pécskán, hogy megüljük ezt a születésnapot. Igazából egy ilyen szűk családi ebédről van szó, és az a helyzet, hogy tegnap este óta nem ettünk egy falatot se, de tényleg egy falatot se. Úgyhogy most lesz az első, tegnap óta most lesz az első étkezésünk, és hát vagyunk jó páran ezen az ebéden. Nem előre lerendelt kaját fogunk kajálni, hanem mindenki a la carte kaját eszik, úgyhogy egy jó csomó időt kell várni a kajára, majd kiesik a szemem. De hogyha jól látom, akkor megjött a levesem, úgyhogy megyek is gyorsan be, habzsolom. Ebben az étteremben, ahol most vagyunk, itt bent, ha bemegyünk a belső épületbe, akkor található egy 4 kilós kenyér, egy ilyen igazi nagy régi vekni. Gyertek, meg is mutatom. Itt van ez az a kenyér. Látszik a kezem körülbelül, hogy mekkora. Mit nem mondjak, ez elég nagy. Ez egy jó nagy családnak elég. Nézd, ott van még egy. Ha más nem is, akkor kenyérből itt bőven van. Egyébként nagyon érdekes, hogy amikor ilyen nagyon távoli rokonokkal találkozik az ember, főleg úgy, hogy nem voltak jelen a gyerekkorodban, azt gondolnád, hogy tök, ugyan mi lesz, amikor találkoztok, hogy kellemetlen lesz, nem tudtok miről beszélgetni, és tökre mindenki leül, és akkor csendben szépen egymásra pislog, megeszi a kajáját, és igazából ennyi. De furcsa, mert ez nem, egyáltalán nem biztos, hogy így lesz. Ezen a születésnapon nagy távoli rokonok voltak jelen, és egész jól elbeszélgettünk. Úgyhogy ez egy pozitív, kellemes csalódás volt. Egyébként már indultunk haza, csak még Mitchet próbálunk vadászni. Itt van valami kisbolt, valahol Évi és Szandi elmentek ide valamelyik kisboltba vadászni. Jönnek a csinos csajok, nézd meg! Megvan a hamika. Találtál? Aha, 2 félét vettünk. 2 félét? Hát már kipróbáljuk, hogy melyik a jó. Vége van a kis családi rendezvénynek, és akkor most gyorsan helyszínt váltunk. A következő helyszínünk Robertónak a házikója. Van neki egy medencéje hátul az udvarba, amit most nem olyan régen fel is töltött, és most arra már megmelegedett a víz is, úgyhogy most kipróbáljuk az idei medencézést itt hátul. Hello! Itt van ez a kicsike kis medencéske. Feszített víztükör meg minden, ami kell.
fogja.